Gazdag Gyula filmrendező évtizedek óta tanít a Los Angeles-i UCLA Egyetemen. Anno a pártállam cenzorai számos filmjét tartották dobozban. A cenzúra 2 éve is működött, amikor Gazdag régi munkáit újra kiadták DVD-n, az ajánló szöveg miatt a kiadó bevonatta a példányokat és új borítót készítetett. Kornis Mihály ugyanis azt írta a pártállami manipulációról szóló régi Gazdag Gyula filmekről, hogy ma még aktuálisabbak, mert megmutatják, hogyan működik egy diktatúra. A rendezőt a Princeton Egyetemen tartott előadásakor kereste meg híradónk amerikai tudósítója. The whole sequence could be choreographed. Gazdag Gyula vendégórát tart princetoni diákoknak a filmezés technikájáról. Az ő egykori mesterműveit azonban nem a filmes fortélyok, hanem a fortélyos félelem és a hatalom packázásainak bemutatása tette halhatatlanná. A 72-ben készült 11 évig betiltott A határozatot például beválasztották a világ 100 legjobb dokumentumfilmje közé Los Angelesben. A Princeton Filmforumának vezetője szerint a filmes kritikai gondolkodás közérdek, mindig és mindenhol. A Bástya sétány 74 készítője, a Hosszú futásodra mindig számíthatunk, a Sípoló macskakő vagy a Hol volt, hol nem volt rendezője, ezúttal keveset politizált, csak ha nagyon akarták. Lenyűgöző ember és nagyon művelt, sokat tanultam a mai órából, örülök, hogy el tudott ide jönni, mondta az egyik diák. Gazdag Gyulától egy ponton megkérdezték, egyetérte azzal, hogy a kommunizmus alatt az elnyomás és a cenzúra egyfajta hasznos múzsaként is szolgált a művészek számára. Gazdag azt mondta, lehet, hogy így volt, de köszöni szépen, egy életre elege van elnyomásból és cenzúrából. Én meguntam ezt az egészet. Én nekem nincs kedvem betiltásokkal foglalkozni, nincs kedvem cenzorokkal foglalkozni. Ezt egy életre meguntam, elegem van belőle, és befejeztem. A DVD 2012-es visszavonásáról a digitális archívum vezetője akkor azt mondta, nem kívánt hozzájárulni semmilyen politikai interpretáció megjelentetéséhez. Egykor az MSZNP-s pártvezetők ugyanezt mondhatták, ugyanezzel a filmmel kapcsolatban.